Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ilyenkor az állatok sokkal óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, mint máskor, emellett napközben is sűrűbben mozognak, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre. Felbukkanásukra azonban nem csak ott lehet számítani, ahol ki van helyezve a vadveszélyjelző tábla. Gyakorlatilag bárhol előfordulhat. Velem pontosan a Hortobágyon, ahol az ember nem várná, a puszta kellős közepén sétált elém egy vaddisznó, pedig ott aztán egyáltalán nem vártam. Lehet, hogy száz évente egyszer fordul elő, de ha pont összementem volna a kocsival, akkor azt mondom, hogy az egy roppant frekventált útszakasz, tehát igazából mindenkinek a saját tapasztalata. Egy biztos, hogy ahol sok az autós, ahol újépítésű az út, ahol kiérnek ezek a takarás biztosító növények az útig, ott azért nagyobb eséllyel fogunk találkozni vaddal. Különböző vadriasztók ugyan segíthetnek megelőzni a baleseteket, azonban teljesen bevált módszer nincs. Nyilván csalhatatlan módszer nincsen arra, hogy megelőzzük ezeket a baleseteket, hiszen sokszor a vadállat az akár neki is ugorhat a gépjármű oldalának, ezzel nem tudunk mit kezdeni, azonban ami rajtunk múlik, azt igenis meg kell tenni. Az egyik ilyen teendőnk az, hogy figyelmesek legyünk, pásztázzuk az utak mentén lévő bokros, sűrűbb részeket, nincs-e mozgásra utaló jel, csökkentsük a sebességünket, hiszen akkor talán van esélyünk az elénk ugró őzek vagy bármilyen más vadállat elkerülésére. Amennyiben bekövetkezik a baleset, ne menjünk a vad közelébe, mert az haláltusájában akár életveszélyes sérülést is okozhat. A vadat ne is vigyük magunkkal, mert az lopásnak minősül. Az érintett vadásztársaságot minden esetben kötelező értesíteni, de az esetleges kártérítés véget a rendőrségnél is érdemes bejelentést tenni.